A mai alkalommal a vérnyomásmérő műszer működését szeretném ismertetni. A laborprogram keretében volt lehetőségünk 8 ilyen műszert beszerezni, ezért széles körben tudjuk használni, akár faktos órákon, fakultációs órákon, alapórákon, szakkörön, laborórákon. A műszer egy önműködő, automata műszer, amely több mindent is tud mérni, nem csak a vérnyomás mérésére alkalmas, hanem a pulzust is mérhetjük vele. A vérnyomás az ereg falára kifejtett nyomást jelenti, amelyet a vér fejt ki a belső falra. Ezt mérhetjük az ereg falára kívülről hatást gyakorolunk, nyomást gyakorolunk. A pulzusunk pedig azt jelenti, hogy egy perc alatt hányszor vel a szívünk. Van ezeknek ideális értéke, a vérnyomás értékére a 120/80-as értéket szoktuk megadni. Szeretném megmagyarázni, hogy mit jelentenek ezek az értékek. A vérnyomás mérés alkalmával legtöbbször a karon vagy a csuklón valahol egy fő verőérnek a véráramlását szorítjuk el egy manzsettával. Amikor elszorítjuk, rövid időre megáll a véráramlás, és a mérőműszer működése során ez a manzsetta nyomása enged egy picit, és az első érték, a felső érték azt jelenti, a 120-as érték ebben az esetben, ha normál vérnyomásról beszélünk, hogy a véráramlása megkezdődik, és egy súranó hangot ad ez. A második érték azt jelenti, amikor teljes mértékben a szorítás elenged, és az első lüktetés és a vér teljes keresztmetszeten való áramlása kezdődik meg. A 120/80-as értéktől eltérhet ez az érték, a gyerekeknél ez alacsonyabb, általában 110/70-60, felnőtt egészséges embernél állapították ezt meg, méghozzá a test felületén is különböző helyen mérhető, a 120/80-as érték, átlagos érték a bal karon mérve, nagyjából a szív magasságában kell ezt megtenni. Megmérhetjük máshol is a testen, más értékeket ad, esetleg betegség esetén adhat más értékeket. A kor előre haladtával ennek az értéke természetes körülmények között emelkedik, illetve terhesség során, tehát vannak különböző olyan élettani helyzetek, amikor ennek más lehet az értéke. Ha pontos mérést szeretnénk kapni, akkor egy nap többször is kell mérnünk, és ezek átlagát kell vennünk. A műszer alkalmas még a pulzus mérésére is, egy külön számmal jelzi a pulzus értékét, és tulajdonképpen egy mérés alkalmával mindkét adatot megkaphatjuk. A gyakorlatban úgy szoktuk ezeket a méréseket végezni, hogy megmérjük nyugalmi vérnyomás és nyugalmi pulzus értékeket, ilyenkor arra számítunk, hogy az ideális értékekhez közeli értékeket kapjunk, nem mérjük többször, mert az órán erre nincs idő, és ezután 15 googolással egy terheléses értékkel szoktuk összehasonlítani. A műszer működését egy kollégámon fogom bemutatni. A műszerhez először a manzsettát kell csatlakoztatnunk a megfelelő helyre, ez a műszer hátulján található. A manzsettát úgy kell felhelyezni a vizsgálandó személynek a karjára, hogy ennek a kivezetőnek lefelé kell mutatnia, a bal karra kell felhelyezni, amit szabaddá tettünk a ruhától. Fontos, hogy a ruha ne szorítsa el a kart, hiszen akkor nem megfelelő vérnyomás értékeket kapunk, és a karnak fölfelé kell nézni, és nyugalomban kell lennie. Lehetőleg miközben a vérnyomást mérjük, ne beszélgessünk, ne nevetgéljünk, hanem csak próbáljunk meg magára a mérésre odafigyelni. Túlságosan ne vegyük komolyan ezeket a méréseket ilyenkor, hiszen akkor eltérő értékeket adhat, ha valaki izgul. A kivezető csőnek, vagy hát ennek az érzékelőnek a karhajlatban belül kell elhelyezkednie, miközben a kivezető az lefelé mutat. Lazán felhelyezzük a karra, hogy ne szorítsa el, és ezután bekapcsoljuk a műszert. A műszer először felfújja ezt a manzsettát, ezzel szorítja el a vérkeringést rövid időre, majd utána megkezdi a mérést, számolva vissza a vérnyomási értékeket. Amikor az első dobbanás megtörténik, csipogó hanggal jelzi ezt.
és ezen az oldalon mutatja a vérnyomás értékét. A felső érték 128, az alsó 72, ez egy teljesen normál értéknek is tekinthető. A jobb oldalon pedig a szám mutatja a pulzus számot, ami általában 72 per perc egy egészséges felnőtt embernél. Ezt az értéket olvashatjuk le.